Az ember, aki nem tudott aludni. Ha már Dolezsál úr rejtélyes írásról kezdett beszélni, szólat meg Kafka úr, akkor elmondom, hogyan babráltam ki egyszer egy muzil nevű kollégámmal. Ez a muzil rendkívül művelt és finom ember, de aféle túlságosan intellektuális típus. Mindenben problémát lát, és rögtön álláspontot keres hozzá. Így például a feleségével kapcsolatban is van álláspontja, és nem házasságban él vele, hanem a házasság problematikájában. Ezen kívül még egy egész csomó problémát tisztel, mint például a szociális problémát, a nemi kérdést, a tudatalatti élet problémáját, a nevelés problémáját, a mai kultúra válságának problémáját, és így tovább. Azok az emberek, akik mindenütt problémát keresnek, éppen olyan elviselhetetlenek, mint azok, akiknek elveik vannak. Én nem szeretem a problémákat. Az én számomra például a tojás tojás. És ha valaki a tojás problémájáról kezd beszélni, akkor megijedek, hogy a tojás romlott. Ezt csak azért mondtam el, hogy tudják, milyen ember ez a múzeum Egyszer karácsony előtt elhatározta, hogy felutazik az óriás hegységbe sízni. Az irodában bejelentette, hogy elmegy venni valamit, de még visszajön elbúcsúzni. Nem sokára beállított dr. Mandel, tudják, az ismert publicista, az is a féle furapók, és kijelentette, hogy sürgősen beszélnie kell Muzillal. Muzil nincs itt, mondom, de talán még visszajön, várja meg. Dr. Mandel elkomarodott. Nem várhatom meg, mondta, de felírom egy papírra, miért akartam vele beszélni. Leült az asztalhoz, és írni kezdett. Nem tudom, látott-e önök közül valaki olvashatatlan a bírás, mint amilyen a Mandel doktoré. Olyan az írása, mint a szeizmográfiázése. Egy hosszú, szaggatott, vízszintes vonal, amely helyenként megrezdül, vagy hegyesen kiugrik. Én jól ismertem az írását. Hát csak néztem, hogyan szántja a tolla a papírt. Erre Mandel elkomarodott, türelmetlenül összegyűrte a papírdarabot, beladobta a kosárba és felugrott. Túl hosszú lenne, morogta, és már ott se volt. Fölösleges talán megjegyeznem, hogy az embernek egy nappal karácsony előtt nem nagyon van kedve a komoly munkához, hát leültem az asztalhoz, és elkezdtem szeizmografikus vonalakat rajzolni egy darab papírra. Olyan hosszú, rezgő vonalakat, amik helyenként fel alá ugrálnak, ahogy éppen eszembe jutott. Egy ideig elszórakoztam ezzel, aztán fogtam a papírt és letettem Muzil asztalára. Pár pillanat múlva megérkezett Muzil, téli túrához öltözve, sível és botokkal a vállán. Hát indulok, jelentette ki az ajtóban ragyogó arccal. Egy úr kereste mi alatt távol volt, mondtam kimértem. Levelet is hagyott, azt mondta fontos. Mutassa, mondta Muzil Gusztussal. No, nézzük csak, döbbent meg egy pillanatra, mikor a tákolmányomat megnézte. Ez doktor Mandel írta? Vajon mit akar? Nem tudom, morogtam barátságtalanul. Nagyon sietett. De hallja, ezt az írást nem volna kedvem megfejteni. Én el tudom olvasni Mandel ákombákomát, jelentette ki Muzil könnyelműen, aztán letette a sít és odaült az asztalhoz. Hmm, mondta pár perc múlva és végtelenül elkomolyodott. Aztán egy fél óra hosszat síri csend honolt a szobában. Hát, az első két szó megvolna, lélegzett fel, muzil és felállt. Az állít, hogy kedves uram, de most már sietnem kell a vonathoz. Ezt magammal viszem és a vonatban elolvasom. Még ha a fene fené is. Új év után visszajött hegyi expedíciójáról. Na, hogy érezte magát, kérdeztem tőle. Gyönyörűek lehetnek most a hegyek, igaz? Muzil csak legyintett. Nem is tudom, mondta. Bevallom, folytatta, hogy egész idő alatt a szálloda szobában voltam. Az orromat sem dugtam ki, de a többiek azt mondták, hogy pompás idő volt. Ugyan, mondtam részvét teljesen, csak nem volt beteg. Nem, nem, felelte Muzil tettetett szerénységgel. De egész idő alatt Mandel levelét próbáltam megfejteni, és ha tudni akarja, meg is fejtettem jelentette ki diadalmasan. Csak két vagy három szó maradt, amit nem tudtam elolvasni. Egész éjszakákat virrasztottam át, de a fejembe vettem, hogy a levelet elolvasom, és el is olvastam. Hát, uraim, nekem nem volt elég bátorságom megmondani neki, hogy az a levél az én irkafirkám volt. No, és olyan fontos volt az a levél? kérdeztem mély együttérzéssel. Megérte a fáradtságot? az nem fontos, felelte Muzil büszkén. Engem a dolog inkább, mint grafológiai probléma érdekelt. Egyébként dr. Mandel arra kér abban a levélben, hogy két héten belül egy cikket írjak a folyóiratába, hogy miről az éppen az a két szó, amit nem sikerült elolvasnom. Aztán kellemes ünnepeket és jó ügyülést kívánt nekem a hegyekben. Amint látja, semmi különös, de a megoldás az kemény módszertani dió volt. Nincs jobb szellemi torna egy ilyen feladatnál. És ez megéri azt a pár napi és pár éjszakai fáradtságot. Ezt nem lett volna szabad megtennie vele, korholta Kafka urat Paulus úr. Egye fene azt a pár napot, de azokért az álmatlan éjszakákért igazán kár volt. Az álom, uram, az nem csak testi pihenés. Az álom olyan, mint az előző naptól való megtisztulás és az előző nap dolgaiért való megbocsátás. Az álom különös kegyelem, és alvás után néhány percig olyan tiszta minden lélek, mint a kisgyermek. Én tudom, mert egy időre elvesztettem az álmomat. Talán a túlfeszített élet következménye volt, vagy valami nem volt rendben bennem. Elég az hozzá, hogy amint lefeküdtem és megéreztem szememen az álom első zsibbadását, abban a pillanatban megrándult bennem valami, és aztán órák hosszat feküdtem és bámultam a sötétbe, amíg csak hajnalodni nem kezdett. És ez így ment egy egész évig. Egy álmatlan évet éltem át. Ha az ember nem tud elaludni, akkor eleinte igyekszik semmire se gondolni. Ezért számol vagy imádkozik. Aztán hirtelen eszébe jut, Uramisten, tegnap elfelejtettem ezt vagy azt. Aztán arra gondol, hogy az üzletben, ahol bevásárolt, becsapták. Aztán arra kezd emlékezni, hogy a felesége vagy a barátja a múltkor olyan furcsán beszélt vele. Aztán megroppan egy bútor darab, és az ember azt hiszi, hogy tolvaj lopózott be a szobába, és hirtelen melege lesz a félelemtől, meg a szégyentől. És ha már benne van a félelemben, elkezdi figyelni testi állapotát, és végig gondolja mindazt, amit a vesegyulladásról, meg a rákról tud. Aztán hirtelen valami kínos marhaság jut eszébe, amit húsz évvel ezelőtt követett el, és izzadni kezd szégyelletében. Lépésről lépésre szembesíti magát különös, lerázhatatlan és megváltatlan énnyével. Saját gyengeségével, durvaságával, utálatosságával, betegségeivel, megaláztatásával, hülyeségeivel, blamázsaival és régen átélt szenvedésével. Minden kínos, fájdalmas és megalázó élménye újból elevenné válik. Aki nem tud aludni, azt semmi sem kíméli meg. Az álmatlan ember egész világa eltorzul és kínzó perspektívát vesz fel. Régen elfelejtett dolgok fintorognak rá, mintha azt mondanák: hát te jól megálltad a helyette, marha. És emlékszel rá, hogy amikor 14 éves korodban először voltál szerelmes, a kislány sem jött el a randevúra? Hát, ha tudni akarod, éppen mással csókolózott, a barátoddal, Vojtával, és együtt nevettek rajtad. Te mamlasz, mamlasz, mamlasz. Az ember hánykolódik a forró ágyban, és igyekszik magának bebeszélni, hogy az Isten nyila csapjon belé, hiszen ehhez már régen semmi közem. Ami volt, az volt, és vége. Hát, uraim, ha tudni akarják, ez nem igaz. Minden, ami volt, az van is. Az is van, amiről már nem tud az ember. És én azt hiszem, hogy az emlékezet a halál után is megmarad. Kedves barátaim, önök egy kicsit ismernek engem. Tudják, hogy nem vagyok se hepciáskodó, se hipohonder, se morózus, bajváró, kveruláns, mimóza, világfájdalmas, nyavajgó, undok vagy pessimista. Szeretem az életet, az embereket, magamat. Lelkesedéssel megyek bele mindenbe, mint a bolond, szívesen bajmolódom bármivel, szóval elég kemény kötésű vagyok ahhoz, hogy valamire való férfinak számítsak. Amikor az álmomat elveszítettem, nappal még akkor is sürögtem forogtam, egyik munkáról a másikra vetettem magam, hiszen tudják, hogy áldott tevékeny ember hírében állok. De mihelyt este bebújtam az ágyba és megkezdtem álmatlan éjszakámat, az életem azon nyomban ketté hasadt. Ott kint egy tevékeny, sikeres, önmagával megelégedett, egészséges ember élete virágzott, olyan ember élete, akinek energiája, leleményessége és szemérmetlen szerencséje minden téren sikert biztosított. Ideben az ágyban egy meghajszolt ember feküdt, aki elborzadva döbbent rá életének sikertelenségére, szégyenletességére, szennyességére és megalázottságára. Két életet éltem és ez a két élet úgy szólván nem érintkezett egymással, és rettenetesen különbözett egymástól. A nappali élet sikerből, tevékenységből, emberi érintkezésből, bizalomból, érdekes akadályokból és a megszokott napi futkosásból volt összetéve. És én a magam módján boldogan és önmagammal megelégedettem, mozogtam benne. De éjszaka a másik élet terült szét bennem a fájdalomból és zavarokból szült élet. Egy olyan ember élete, akinek semmi se sikerül, akit mindenki elárul, és aki maga is rossz, kicsinyes, buta, és akit mindenből kifosztottak. Egy tragikus fajankó élete, akit mindenki gyűlöl és becsap. Egy puhány élete, aki mindenre rajta vesztett, és szégyenből szégyenbe botladozik. Mindkét élet önmagában következetes, összefüggő és teljes volt. Ha az egyiket éltem, úgy éreztem, hogy a másik valaki másé, hogy engem nem érint, vagy hogy az egész csak látszat, öncsalás és beteges illúzió. Nappal szerettem, éjszaka gyanakodtam és gyűlöltem. Nappal a világunkat, az emberek világát éltem, éjszaka magamat éltem. Aki magára gondol, elveszti a világot. Így hát az én szememben olyan az álom, mint a sötét, mély víz ez a víz magával visz mindent, amiről nem tudunk és amiről nem kell tudnunk. Az a különös bánat, amely bennünk leülepszik, álmunkban feljön a felszíre és elfolyik a tudatlanság partalan vizében. Rosszaságunk, gyávaságunk, mindennapos kínos kis védkeink, megalázó marhaságaink, a hazugság és közöny másodpercei azok szemében, akiket szeretünk, mindaz, amivel mások ellen védkeztünk, és amivel mások védkeztek ellenünk, mindaz elfolyik valahová a tudaton túlra. Az álom végtelenül kegyes. Megbocsát nekünk és az ellenünk védkezőknek. És még valamit szeretnék mondani. Azt, amit életnek hívunk, nem tartalmazza mindazt, amit átéltünk. Amit életnek hívunk, az csak bizonyos válogatás eredménye. Túl sokat élünk át, többet, mint amit eszünk be tud fogadni. Ezért válogatjuk ki ezt vagy amaszt, ami nekünk megfelel, és ebből valamiféle leegyszerűsített cselekmény szövünk. És ezt a terméket hívjuk a mi életünknek. De mennyi hulladékot hagyunk el közben, mennyi furcsa és szörnyű dolgot vetünk le. Úristen, ha az ember erre rádöbbenne, de mi csak egy életet, egy egyszerű életet tudunk élni. Nem telik többre az erőnkből. Nem volna erőnk az életet hordani, ha útközben nem veszítenénk el apránként az élet nagyobbik felét. Vége.